Hát, szomorú tájkép csata után, áradat után, úgy néz ki, hogy a tegnapi budapesti elvíz a levezető kastélyórák is betett, egy picikét, sőt nem picit. Komolyan mondom, ezek ilyen, már ilyen, nem tudom, ilyen égi jelek, és még potyog szét tovább az, amit így a kézzel így összeraktunk, megmentettünk. Hát megpróbálom megmutatni, már amennyire látszik. Áll a víz mindenhol. A külső helységben még durvább, sőt van egy harmadik belső helység, ott ilyen bokáig érő 20 centis víz van. A mikrofon még itt van az állványon, a levezetőkör ma biztosan elmarad, sőt bízunk benne, hogy minél hamarabb, nem sőt, hanem bízunk benne, hogy minél hamarabb visszatérünk valamilyen formában, mert a levezetőkör él és élni fog. Mit gondol a kéz erről? tragikomikus eléggé. Ugye tegnap, ma kedv van, tegnap hétfő este jött egy enyhe kis zuhé, és lévén a stúdió pincehelységben volt, nem úsztuk meg a történetet itt a belvárosban. Nem tudjuk, mi menekült meg, lehet, hogy ami az adáshoz szükséges legminimálisabb eszközök, lehet, hogy túlélték, bízunk benne, még nem néztünk, meg nem próbáltunk ki semmit. Úgyhogy kitartás, addig megyünk a kacsaúsztatóban, csak egy kicsit így lássátok, hogy mi a helyzet. Itt azért, itt még súlyosabb, nem tudom, hogy mennyire látszik majd a fényben, tehát itt eddig ér a víz konkrétan. Úgyhogy kapok mindjárt egy kis fényt. Ha tudnék papírcsónakot hajtani, akkor már hajtottam volna egyet, és így kihasználva. Tehát így ilyen mély vízünk van itt hátul. Még úgy itt nem voltak bent túl fontos dolgok, ugye? Á, nem, abszolút semmi. Úgyhogy próbálunk mosolyogni a baj és a gondok ellenére. Visszatérünk, adás lesz. Még nem tudjuk, hogy hol, milyen formában, de levezetőkör lesz. Addig is GP Life, Auto Life, Tech Life, Belga Nagydíj, Kéz, Villeneuve, Dávid, Villeneuve, Kéz, én, Csávó, kitartás. Katasztrófa, Budapest, 2015. augusztus, nem tudom, 18.